A húsvéti locsolkodás hagyománya messze, a pogány időkig nyúlik vissza. Őseink szerint a víznek tisztító és megújító ereje volt, ezért a tavaszi rítus során az ifjú hajadonnőket a víz erejével tisztították meg. Ma már ez teljesen más, de vannak, akik szerint azért fontos megőrizni ezt a szokást. Hát én majd menni fogok. Itt a Szent Györgyön lakok, majd ott azért egy-két lánynál bekopogok. És milyen ez a locsolás? Hát azért nagy hagyomány itt Magyarországon szerintem, és azért jó, hogyha tartjuk mi fiatalok. Meg azért néha jönnek is jó kis pénz hozzá, meg a tojás is. Én szeretem mondjuk mindkettőt. Az idősebbek inkább csak családi körben őrzik még a hagyományt, ha egyáltalán őrzik. Igen, nem én a családban mennek. Az unokák meg a dédunoka. Az egyértelműnek látszik, hogy nem a cserébe kapott ajándék a fő, de azért nem árt, ha véletlenül csúran csöppen valami. A lányok ugyanakkor nem olyan lelkesek, ami azért valahol érthető is. Óvodában volt, hogy ketten akartok losolni, aztán a szemembe ment azóta, azt mondtam, hogy inkább nem. A kikopását hagyományőrző rendezvényekkel próbálják meg lassítani, mindez azonban inkább csak tüneti kezelésként realizálható. Hát a családban igen, de én nem szoktam. Nem a családban sem? Nem. Hát a feleségemet, meg a lányomat, úgyhogy mindössze annyi. Az elmúlt időkben egyre inkább leszűkül az a réteg, aminek tagjai hátára veszik a települést, és örömmel, vigadva járják be az utcákat, de azért találkozni még velük. A biciklivel szoktunk általában menni, reggel elindulunk, és igyekszünk délre végezni, mert ugye délutántól a hagyomány szerint már a lányok locsolhatják a fiúkat, bár nem tudom, hogy ennek mekkora az igazság alapja, de igyekszünk délre végezni, amiatt, hogy mi ne kapjunk a vízből, mert mi nem kölnivel locsolunk, hanem szódával, szódavízzel. A kereszténység ezt az ünnepet felkarolta és saját szimbolikát társított hozzá. A keresztény legendák szerint a húsvéti locsolkodás hagyománya Krisztus feltámadásához köthető, a mítosz szerint a Jézus sírját őrző katonák a megváltó feltámadását hirdető asszonyokat vízzel öntötték le, hogy elhallgattassák őket.